55 milliárd forintnyi összegből Foci Akadémia kantonban 24 spanyol edzővel a kínai szövetségkapitány Marcello Lippi a világ legjobban fizetett edzője. Alex Witzel a Juve helyett ment keletre, Obi Mikel az OM helyett választotta Kínát, és lesz magyar érkező is a ligába, a berobbanó kínai piacról, Szabados Gábor sportközgazdász és Sziklai Attila blogger. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok. Hát nem tudom, most sokan vannak Európában, akik azt mondják, hogy azért ez kicsit csípős, meg kicsit csavanyú is, ami történik, szóval mondhatjuk azt, hogy, hogy Kína ugye a bowli meg a koppintás után most már biztos, hogy az és drága focistákról lesz hosszabb távon is híres? Sokkal komolyabb ez a, ez a történet, mint, mint amit elsőre gondolhat róla az ember, hogy hát persze egy-két futbalista elmegy Kínába pénzt keresni. Tehát igen, egy... meg hogy láttunk már ilyet, meg igen, az igen, amerikai, igen, meg, meg az indiai, meg az e... orosz bajnokság, meg a katari, hogy mindig vannak följövők, szóval ez azért egy komolyabb történet. Ez egy sokkal komolyabb történet, mind, gaz, mind a gazdasági háttér, mind az ebből fakadó sportszakmai fejlődés miatt, Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy néhány éven belül teljesen egyértelmű lesz, hogy a kínai bajnokság az Európán kívüli legerősebb bajnokság, és uh, utána már csak pár év kell ahhoz, hogy az európai uh, Topligák szintjé szintje alatt is rögtön ott legyen, tehát mondjuk így mondjuk az európai második vonalhoz tartozó bajnokságokat uh, egyértelműen uh, elérje. Tehát ez egy jóval erősebb történet, mint amit uh, azért uh, korábban mondjuk a, a japán, a koreai, vagy akár a, a katari és egyéb közel arab bajnokságok esetében láttunk. Te is így láthatod, Tehát ha azt mondjuk, hogy, hogy a fejő amerikai MLS-bajnokság, meg láttuk azt, hogy, a, hogy valami ilyesmit gondoltunk volna az oroszokról. Az oroszok beálltak egy szinten, és jól tud néhány klubjuk fizetni, de nem vált olyan általános és hosszú távú elszívó erővé. Talán az átigazolási diáknál látszik különösen az, hogy hogy miről beszélünk, ugyanígy a fizetéseknél is. Azt gondolom, hogy itt, itt válik el az a az eddigiektől, amiket Marcia korábban láttunk. Marciano 20 millió eurós edzőként. és az említett uh, focisták is um, simán. Because 615 by... 000 ezer fontról van szó tevez Igen. esetében, ha most jól tudjuk hetente, ez Igen. pedig duplája annak Mit nagyjából. Szertizen... A, 8 millió euró. Szóval és, ilyen és szépen. ő egy olyan csapatba érkezik ráadásul, tehát hogy ez is egy érdekes adalék lehet, ahol egyébként Kánnaváró lesz a mester. Tehát ez bőven nagyobb annál, mint amit mondjuk 2-3 évvel ezelőtt gondolhattunk volna. Amikor Na, egy bocsánat, gondolj hogy azt nézzük esetében, hogy 18 millió eurós fizetést választotta ő meg a család, hogy hát a Juve nagy hagyomány. Juve meg mondjuk mennyi? Az Juve tudtak volna neki adni egy 6, 7, 8, 9, ez, Nagy, a... ez az Több, mint duplázás. Az most jó, hogy említetted Oroszországot, mert azért, ha most megnézzük azt, hogy miből fakad Kínának ugye ez a töménytelen mennyiségű forrása, amit a, pénzre, tud, amit a futballra tud fordítani. Ugye Oroszország esetében az, amit a gyakorlatilag az orosz állam, állami utasításra elkezdett a futballra fordítani, az elsősorban ugye a nyersanyag bevételekből folyt be, és ezeknek az, ezek árának a visszaesése okozta azt, hogy Orosz Oroszország megrekedt egy szinten, és nem tudott tovább fejlődni. Ugye a leértékelődött, és ez nagyon sok játékosnak a, a fizetését csökkentette volna, akik ezért távoztak onnan. Ugye Kína egy teljesen más történet, több mint egymilliárdos piac, ráadásul egy olyan piac, ahol a kínai cégek gyakorlatilag monopól helyzetben vannak, mert nem engednek be a kínai piacra külföldi versenytársakat. Tulajdonképpen minden cég, mintha egy világpiacon dolgozna, úgy dolgozik a kínai piacon, és ezek a cégek, Cégek. ugye tudjuk jó, hogy Kína az ugye gazdaságilag kapitalizmus, politikailag kommunizmus, tehát ezek a cégek, ezek az állami kormányzattól függenek, az ő utasításukra ott szponzorálnak, ott teljesítenek, ahol kell. Tehát ha a kínai vezetés ezt a vonalat komolyan gondolja és tartja, akkor ezek a források nem fognak elapadni. Tehát az, ami mondjuk Oroszországban megtörtént, ez a megrekedés, ez nem kell, hogy megtörténjen Kínában. Ez a fejlődés, ez ugyanilyen egyenletes lehet, és azért azt is látjuk, hogy Ugye ahogy egyre több játékos igazol oda, és már pedig ők ugye nem azzal kezdtek, hogy akkor kiregedett légiósokat hoztak, mint mondjuk az amerikaiak vagy a japánok, hanem egyből belecsaptak ugye a, a közepébe. Ahogy ez a folyamat erősödik, úgy mehet feljebb, egyre feljebb a színvonal, mert most még, ugye, aki Kínában igazol, azt mondjuk, hogy hát igen szakmailag nem túl erős, de hát persze mellé, nyilván igen. pénzt keresni igen. megy oda. Tehát a legfontosabb dolog az mindig hónap végén a fizetése. Egyre több játékos igazol oda, akkor a szakmai színvonal is egyre inkább el, Fogadhatóbb lesz, és akkor ez tovább növelheti azt, hogy kik kerülhetnek oda. Na de nézzük azt, tehát akkor ugye azt mondhatjuk, hogy ez a kínai szervezés ez gyakorlatilag egy kis a magyar helyzethez is hasonló, egy ilyen államilag irányított oligarchákkal, cégekkel teletűzdelt, de ugyanakkor piaci alapú működés ez. Abszolút, ez, ez nyilvánvaló. Nézők lesznek, nagyon lesz. lesz. Így van. Tehát a, folyamat sem emelkedik a nézőszám, tehát azt mondhatjuk el, egyrészt szögezzük le, hogy gyakorlatilag a legkisebb stadion is én 18 ezres, de az átlag az 40-50 ezres. A nézőszám folyamat sem emelkedik, tehát azért itt ez már 20-25 ezeres átlag nézőszámról beszélhetünk. Úgyhogy abszolút az látszik, hogy jelentős változások vannak a, a piacon. és Azért érdemes megegyezni a, 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 jelenlegi piac kapcsán is, vagy, vagy azt gondolom, hogy, hogy ezen, tehát én picit tanában vitatkoznék Gáborra, hogy azért én úgy érzem, hogy van egyfajta limit abban a tekintetben, hogy milyen típusú játékosok igazolnak Kínába, tehát én például azt kevésbé tartom lehetségesnek mondjuk, hogy a közeljövőben akár egy, egy pogba szintű játékos. Tehát te azt mondtad, hogy Lionel Messi és, és Cristiano Ronaldo már az ő életükben, focista életükben nem De lehet, hogy majd klubelnöknek vagy... É, én, én éppen azt akartam mondani, hogy én egyáltalán nem lepődnék meg, hogyha Ronaldo és Messi következő klubja Kínában lenne, nem jövőre lesz nyilvánvalóan, hanem több év múlva. El de el akartam utalni, hogy 35-36 év. Mondhatjuk azt, meg... hogy ők, ők, levezetni ők, azért, ők, levezetni azért, meg, azért Ilyen le. szintű játékos nyilván már inkább csak levezetni megy oda, Uh, nyilván van egy limitja annak, hogy azért, hogy milyen játékosok igazolnak oda, főleg, hogyha a kínaiak tartják ugye azt a jelenleg érvényben lévő szabályt, hogy négynél több Európai Légiós nem játszhat tartja, egy -e csapatba. Ez egy nagy kérdés, ugye a, a saját futballjuk fejlesztése az diktálná, hogy ezt tartsák, vagy akár még szigorítsák is, viszont a bajnokság nézettségének, marketing értékének a, a fejlődése viszont az diktálná, hogy engedjék el szabadon, és akár legyen 11 légiós egy klubban. Ez egy nagy kérdés, hogy mit hoz a jövő. Nyilván ez ezt szóval talán még ők sem tudják pontosan, hogy mi lesz a vége a történetnek, de ha már itt szóba került a saját futballjuk fejlesztése, ez megint egy nagy kérdés. Ugye e, tudjuk azt, hogy más sportágakat hogyan építettek fel a kínaiak e, szinte a semmiből. Tudjuk azt, hogy milyen e, komoly eszközöket bevetnek más sportágokban is arra, hogy bajnokokat neveljenek, ugye ismerik a történeteket, mondjuk a tornászokat hogyan nevelik, e, és így tovább. És e, hát Kínában ugye te is említetted, nagyon komoly futballakadémiákat hoz létre európai edzőkkel, tehát eh, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a kínai utánpótlásnak is a merítés lehetőség az nyilván van. E, nyilván futballozni meg lehet őket e, tanítani. Ott van előttük a példa Japán és Korea, aki ugyanígy kezdte a bajnokságot, felépítette légiósokkal, megtanultak futballozni. Ma már a világbajnokságokon ha is a válogatottjuk is Simán lehet számítani, hogy 16-ban, 8-ban Így van, magának, és Kínában sokkal nagyobb a potenciál. Emberanyagban, gazdaságilag, mindenben. Na és most itt, bocsánat, hadd tegyek egy 20 éves jóslatot. Ugye 2022-ben Katar rendez világbajnokságot, utána kétszer Ázsia áz, áz áz, áz, áz áz, áz, áz kimaradt, tehát 26-ban, 30-ban Ázsia nem rendezhet. Én itt most uh, fogadok veletek, hogy 2034-es labdarúgó világbajnokságot Kína fogja rendezni, és az első négyben fog végezni. Nemhogy a, nem, a világbajnokságot, hanem szerintem még a, a másikat, amit kopíroznak róla, azt is Kína fogja rendezni. Szóval az biztos, én, és én azt tudom, hogy ez, ez, ez nem egy olyan, hogy mondjam, nagyon rizikós jóslat. Viszont az egy nagyon érdekes kérdés, hogy az, az, az európai topbajnokságok, azok globális márkák, tehát ugye a Premier League legelső helyen, de akár a Széria vagy a Bundesliga is. lehet -e a kínai foci ö, globális márka. Szóval érdekelni fog-e mondjuk tíz év múlva, akár tíz év múlva a hazai, a kínai, az ázsiai nézőn kívül bárkit egy Tiencsin, Sencsen rangadó? A véleményem szerint nem, de... Ez nem korlát? Ez nyilvánvalóan egy korlát. Itt amiről beszéltünk, és azt gondolom, hogy ezt még talán nem említettük, hogy a nyilván a futball, az, az Kínának is fontos, hiszen a futballt egész, az egész világon nézik. És az, az, hogy egy, egy adott kínai cég, vagy kínai cégcsoport elfogadottá váljon, akár az egész világon, vagy a világ bármely táján, az szükséges az, hogy Kínában is megmutassák, hogy ez a futball, ez van, ez létezik, ez egy fontos dolog, ezt lehet importálni. Élő példa, hogy például az Atletico Madridnak az egyik cégcsoport, akiről egyébként a stadion is el lesz nevezve, gyakorlatilag ők építik a, az új stadionját az Atletico Madridnak, ahol már a jövő évben futballozni fognak. Szóval az kell, hogy ebben a tekintetben Említsek, vagy még egy példát, vagy talán kettőt is, hogy nem tudom, hogy a, a brazil, vagy a kínai és a német szövetség között megkötetett szerződés tavaly novemberben szerintem egy, egy sarkalatos pont volt, ahol egy öt éves megállapodást kötöttek, ami, ami lényegében arról szól, hogy hogy tapasztalat cserét szeretnének ezen a téren a, a kínaiak és a szóval németek lehet, megjelteni. Hogy mi, ne, lehet, hogy mi nem akarjuk még tíz év múlva se a, a kínai rangadókat nézni, de egész egyszerűen Kína felkészült arra, hogy gyarmatosítsa ilyen értelemben a, a, a bolygót, mert akkor majd bevásárol az európai klubokba, mint ahogy erre van e, példa, mint ahogy az előbb is említetted. És végül azt nézzük meg, hogy arra nézvést van-e prognózisunk, hogy mondjuk 10-15 év múlva megismerkedünk-e szép számba azokkal a kínai sztárokkal, akiket majd esetleg a Juventus, meg a Chelsea, meg a az... Atletico Madrid ide akar csábítani Európába. A cél egyértelműen az szerintem, hogy ez a mozgás az két irányú legyen, tehát ne csak Európából menjenek a sztárok a kínai bajnokságba, hanem a kínai játékosok is megmutassák magukat Európában, és ennek már csak azért is nagyon nagy a valószínűsége, hogy ez így is lesz, mert láttuk az pont a már említett japán és dél példáknál, hogy az európai kluboknak, akiknek ugye nagyon fontos az ázsiai piac, ugye minden nyáron a legnagyobb klubok azok valahol Ázsiában turnéznak, hiszen ott azért nagyon sok új rajongót és új bevételeket lehet szerezni, és ebben mindig segít az, ha van egy ázsiai játékosok. Ugye vannak klubok, például a Manchester United szépen végigjátszotta, hogy igazolt egy koreait, nagyon jól bevált, nagyon komoly gazdasági előnyöket szerzett, igazolt egy japánt, igazolt egy közben egyébként kínait is, csak mondjuk ő a csapatban már nem nagyon fér be. De hogyha a kínai játékosok szakmailag elérik azt a szintet, hogy topligás csapatokban állandóan helyet tudjanak követelni maguknak, akkor egy óriási gazdasági előnyre szálljuk nézve az, hogy mögöttük áll a kínai piac, és az a klub, aki kínai játékost igazol, az Kínában is sokkal népszerűbb lehet. Befejeztük, uraim, köszönöm szépen, hát ezek elég érdekes, meg hatalmas távlatokat nyitó jóslatok, meg jelek, meg trendek, hát meglátjuk, hogy ma utána a fociban is lesz a majd nagy ugrás. Köszönöm szépen, itt voltatok. Köszönöm, köszönöm, köszönöm szépen a lehetőség.